Kínos, amikor az emberek nincs ideje jó könyveket olvasni. Van az a nagy élmény, amikor valamit már nagyon régóta el akarsz olvasni, mert mindenki azt mondja, és meglátod valahol a polcon, és éppen benne vagy, és lekapod, elkezded olvasni, azonnal rá is kattansz, és aztán, hogyha odaadják, akkor kölcsönbeszed, hogyha ha otthon történik veled, vagy olyan helyen, ahova visszajárhatsz ezt olvasni, akkor ezt nem hagyod abba. Én amúgy is olyan vagyok, hogy nehezen hagyom abba, nehezen szakítom meg az olvasást. Tehát, hogyha elkezdek egy könyvet, és nem tudom folyamatosan olvasni, akkor magamnál kell, hogy tartsam, hogy a buszon elővegyem, a busz megállóban elővegyem. Ha tudnék, akkor a kerékpáron is olvasnék olyankor, mikor benne vagyok egy történetben. Azt gondolom, hogy amit kiskoromtól mondottak nékem a szüleim, hogy ugye a szókincs az mennyire fontos a beszédben, és az csak egy része annak, hogy az ember szépen tudjon beszélni. Aztán az írásnak is része, hogyha bármi, az ember szavakat keres, szavakba önti ugye a gondolatait, vagy az érzéseit, az még menőbb. És ebben nagyot segít az, hogy az ember olvas, nem hinném, hogy konkrétan. Lett volna olyan mű, ami ihletett volna engem egy dalszövegre. De amikor az ember olvas, és különösen benne van egy olvasó szakaszában, akkor sokkal könnyebben jönnek a szavak, a szinonimák, vagy a gondolattá formált érzések. Én egy ilyen kereső ember vagyok. Mindig, aminek lehet, utána akarok nézni. Tanár szüleim vannak, lehet, hogy azért, mert rászoktattak, hogy egy darabig minden kérdésemet kielégítették, és egy idő után tréfásan azt mondták, hogy ott az a könyv, és ott nézd meg. Mikor már rászoktam, hogy minden kérdésemre választ kapok, akkor hirtelen megvonták az instant választ, hogy keressem én magam ki, és én így ezzel rajta vagyok. Tehát, hogyha egy idegen szót hallok, vagy hogyha angolul valahol megakadok, és mindig megnézem a szótárban, mindig megnézem a lexikonban, utána kell néznem, mert egy ilyen késztetésem. Mellett, még nem olvastam az eheti élet és tudományt, és meg kell vennem, és el kell olvasnom benne minden cikket. Nem tartom fontosnak egyáltalán, ez is egy ilyen szenvedélyszerű dolog nálam.